Tudtad, hogy Vader és Luke nem a Bespinen csapott össze először? Ha nem, jó helyen jársz, mert ebben a videóban ezzel fogunk foglalkozni. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a képregényekkel általánosságban foglalkozó videómat. Ha megnéztétek, gyertek vissza ide. Megtisztelnének, ha csatlakoznának. Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videóban pedig a 2015-ös Marvelnál megjelent Star Wars sorozat első történetszálával fogunk megismerkedni, a Skywalker lesújtal. Mielőtt belevágunk, egy kis kontextus. A halálcsillag pusztulása után a birodalomnak új forrásokra van szüksége a gyárai üzemeltetéséhez és a rohamosztagosai ellátásához. A legegyszerűbb megoldásnak az tűnik, hogy leszerződnek Jabbával a Huttal, aki biztosítja nekik a szükséges forrásokat, természetesen persze csak ha megfizetik. Első kötet. Skywalker lesújt. A lázadók a megújult reménykorát élik. Luke Skywalker, az ifjú pilóta, megsemmisítette a gonosz galaktikus birodalom legnagyobb fegyverét, a halálcsillagot. Mialatt a birodalom hadseregében zűrzavar uralkodik, a lázadók kihasználják az előnyt, és merész offenzívát indítanak abban a reményben, hogy végleg legyőzik a birodalmat, és visszaadják a szabadságot a galaxis összes népének. Az űrsötétjéből egy tatuinkom tűnik fel és ereszkedik a Simon egy holdjának légköre alá, ahol egy birodalmi hadigyár üzemel. A leszálló pályán Agadin munkavezető fogadja Jabba követeit, ám amikor kinyílik a komp ajtaja, ismerős arcok bukkannak elő. Üdv a császár nevében, köszöni önöknek, hogy csatlakoznak hozzánk, és reméli, hogy a tárgyalás gyors és gyümölcsöző lesz. Agadin munkavezető vagyok. Önben kit tisztelhetek? A hivatalos követét, a fenséges Jabbának, aki a Huttok legnagyobbika, a Tatooine gazdája és a külső gyűrű leghatalmasabb hadura. De szólítson Hannak! Han Solo, örvendek Egi. Bizonyára hallott már rólam, sokáig pilótaként dolgoztam Jabbának. Igen, azt elhiszem, de ebben a szektorban nem szoktunk csempészekről és bűnözőkről hallani, legfeljebb akkor, amikor kivégzik őket. Kövessen, kérem. Azonosság megerősítve, Han Solo, kiszerű csempész és űrkalóz. Kiszerű? Jabba a Hutt ismert munkatársa, jelenleg 50 000 kreditvérdíj van a fején. Azt meg tudom magyarázni. Igazából vicces történet. Talán majd máskor. Csubakka azért nincs velük, mert egy magaslati pozícióból, mint mesterlövész, fedezi a csapatot és biztosítja a leszálló pályát. Agadin, miután bekíséri a csapatot a gyár belsejébe, fellengzősen elmondja nekik, hogy a gyár teljesen automatikus, és hogy egyetlen egy élő személyt sem foglalkoztatnak odabent. A csapat ezután kiiktatja a rohamosztagosokat, és megkezdik a gyár szabotázsát. Megérdeklődik Agadintól, hogy hol találják a gyár reaktorát. Majd el is indulnak oda. Eközben kiderül, hogy C-3PO azért nincs velük, mert ő őrzi a Falcont egy közeli szeméttelepen, várva az alkalmat, hogy megnyomjon egy gombot, bekapcsolja a robotpilótát, és kimentse a csapatot. Miközben Han és Leia elkezdik felszerelni a detonátorokat, Luke érez valamit az erőn keresztül. Lemegy egy sötét lépcsőn egy alaksorszerű helyiségbe, és egy ketrecben rengeteg szabad lényt talál. Ennyit arról, hogy nem foglalkoztatnak élő személyt a gyárban. Ezek a szabad lények mind rabszolgák. Egy rabszolgahajcsár megpróbálja megakadályozni Luke-ot abban, hogy kiszabadítsa őket a ketrecből, de Luke könnyedén elintézi őt. Mikor épp indulnának a gyárból, Csubakka jelzi nekik, hogy megérkezett egy Lambda osztályú hajó. Kiderül ugyanis, hogy a birodalom részéről a tárgyaló fél nem Agadin lett volna, hanem maga Darth Vader, aki ebben a pillanatban érkezett meg. Leia azonnal arra utasítja Csubakkát, hogy lőjön, hogyha tud, amit sajnos Csubakka meg is tesz. Vader természetesen kivédi a lövést, és ráhamlasztja Csubakkára a magaslati pontot. A Wookie egy idővel el is tűnik emiatt. Han ekkor azonnal ugrasztja C-3PO-t, aki sajnálkozva jelzi, hogy óriási baj van, ugyanis helyi roncstolvajok elkezdték szétszedni a Falcont. A lázadók a rabszolgákkal nem látnak más lehetőséget, beszállnak egy félkész AT-AT lépegetőbe, hogy majd azzal próbáljanak meg kitörni a gyár belsejéből. Luke azonban ismét nem tart a csapattal, mert megint érez valamit az erőn keresztül. Obi-Wan szól hozzá. Luke, jól figyelj rám, menekülj. Luke ekkor Darth Vadert pillantja meg, ahogy kivont fénykarddal közelít felé. Úgy fogod azt a fegyvert, mint egy felkészületlen gyermek. Nincs hozzá jogod. Egy kölyök vagy, nem Jedi. Ki vagy te? Megölted az apámat! Sok apát öltem meg. Ennél többet kell mondanod. Szánalmas ez a vergődés. Szinte arra sem vagy méltó, hogy végezzek veled. Ki küldött ide, hogy így hallj meg?
Ott voltam a halálcsillagon. Láttam, hogy mit tettél vele. Megölted Kenobi mestert. És most itt vagyok. És elintézem, hogy... Ne! Tehát Obi-Wan Kenobi adta neked ezt a fénykardot. Kár, hogy a használatára nem tudott megtanítani. Sosem volt jó mester. Hogyan csináltad? Az erő sosem lesz veled, fiú. A mestered halott. Miféle reményed maradt? Ha élni akarsz, mondj el mindent a lázadókról, amit tudsz. Azt is, hogy mi a célja ennek a támadásnak. Aztán elvezetsz ahhoz a pilótához, aki megsemmisítette a halálcsillagot. És végignézel, ahogy végzek vele. Beszélj gyorsan, vagy mész az apád után. Inkább meghalok, semmit behódoljak neked. Akkor legyen így. Várjunk csak. Ez a kard. Ismerem ezt a fegyvert. Valaha hozzám. Vader pillanatnyi hezitálása pont elég időt adott Hannak, hogy a lépegetővel közbe léphessen, és megmentse ezzel Luke-ot. Ezután Vader a két kardjával egyszerre küzd, és öli halomra a szerencsétlen ártatlan rabszolgákat. Sajnos a lépegetőnek nincsenek bekapcsolva a fegyverei, ezért Han ráúszítja Artut és egy Javát, hogy oldják meg ezt a bajt. Közben szólnak Sripionnak, hogy most már aztán zavarja el azokat a roncstolvajokat, de természetesen a protokoll droid elbénázza a dolgot, ahogy szokta. A roncstolvajok elkapják. Luke felpattan egy siklóra, és azon veszi fel a küzdelmet a rohamosztogosokkal. Han és Leia pedig megpróbálnak másodjára is rálépni Vaderre, aki az erővel megakadályozza ezt. Ekkor viszont végre R2-jéknak sikerül működésbe hoznia a fegyvereket, így Han egy lövéssel lefegyverzi a sötét nagyurat. Ezután pedig a lépegetővel kitörnek a gyár területéről. A robbanásban Vader elhagyja a régi fénykardját, és ezáltal Luke vissza tudja szerezni azt. Ez mellett pedig egyébként elveszítette a sisakját is, és hogy arra tévedt rohamosztagos véletlenül meglátja, ahogy a sötét nagyúr hogyan is fest maszk nélkül, hát sajnos nem lesz jó vége a dolognak, Vader ugyanis kitekeri a nyakát. Sripiót pont kikapcsolják a roncstolvajok, amikor megjelenik Csubi és elzavarja őket. Elindul, hogy összeszerelje a Falcont. A lépegetőt egy csomó birodalmi harci jármű tartóztatja fel, vannak köztük olyanok, amiket a lázadókban már láthattunk, de ezek a hátulsók itt nagyon hasonlítanak a régi droid tankokra, valószínűleg azok továbbfejlesztett változatai. Vader fénykardjával levágja a lépegető lábát, amitől a lépegető elborul, de ekkor már közel kerültek a roncstelephez, ahová elmenekülhetnek. Luke elterelje a figyelmet, a gyár felé veszi az irányt, ahol a magához tért Agadin már pont megakadályozta a reaktor felrobbanását. Luke nemes egyszerűséggel szétlövi azt, majd kimenekül az égő gyárból. A Falconon a lázadók elmenekülnek a rabszolgákkal, Vader pedig eldönti, hogy ezt a fiút a saját fegyverévé fogja alakítani, mert érzi, hatalmas benne az erő. A fiú. A fiú az utolsó reményetek, igaz, Obi-Wan? Azért haltál meg, hogy őt védd. Lehet, hogy áthatja az erő, de képzetlen, és kimaradt, aki felkészíthetné. Csak én, senki más. Amikor megtalálom, és meg fogom találni, az én fegyverem lesz, nem a tiétek. A sötét oldal mindig győz, Obi-Wan. Ezt már megtanulhatom. A Tatooine-on eközben két idegen hajt el egy siklóval Kenobi régi kunyhója mellett, ahol egy doboz pihen ezzel a felirattal. Luke-nak. Ez a videó ennyi lett volna mára, mielőtt azonban elmennél, írd le kommentben, hogy neked mi tetszett a legjobban ebben a képregényben. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!